Újabb mérföldkőhöz érkezett a hazai oltási kampány, meghaladta a 6 milliót a beoltottak száma, több mint 1,6 millióan pedig már a harmadik oltást is felvették. A szakemberek továbbra is oltásra ösztönöznek mindenkit, ugyanis a negyedik hullám még mindig felszálló ágban van. Egy nap alatt több mint 5300 új fertőzöttet regisztráltak, és 165-en vesztették életüket. Átlépte a 6 milliót a beoltottak száma Magyarországon. Reggelig 6 millió 3414-en kapták meg a vakcina első dózisát. Közülük 5 millió 777 ezeren már a második, 1 millió 629 ezeren pedig a harmadik oltásukat is felvették. December 26-a óta oltanak Magyarországon, akkor érkezett meg az első koronavírus elleni vakcina szállítmány, és az első dózisokat már aznap beadták a Délpesti Centrum Kórházban azoknak, akik a járvány elleni harc frontvonalában dolgoznak. Jó érzés, nagyon vártuk ezt a védőoltást, nem csak saját magunk miatt, hanem a járvány kimenetele szempontjából rendkívül fontosnak tartanám, hogy minél többen legyenek beoltva, és tömeges megbetegedés ne forduljon elő. Az oltottak száma hónapról hónapra meredeken emelkedett. Március elejére 1 millió, majd a hónap végére 2 millió ember kapta meg a vakcinát. Április utolsó napjaira elértük a 4 milliót, majd alig egy hónappal később már 5 millió volt a beoltottak száma, ami kimagasló teljesítmény volt nemzetközi viszonylatban is. 5 millió beoltott magyar, ez korszakhatár. Ez azt jelenti, hogy a járvány harmadik hullámát letörtük, lényegében le is győztük. Mivel a brüsszeli vakcinaszállítások akadoztak és kiszámíthatatlanok voltak, a kormány keleti gyártóktól is vásárolt 7 millió dózis oltóanyagot. Csak ezekkel lehetett elérni, hogy Magyarország másfél-két hónappal előzze meg átoltottság tekintetében az EU-s tagállamokat, illetve jóval hamarabb indíthassa újra az országot és enyhíthessen a járványügyi korlátozásokon, mint mások. A magyarországi vakcina bőségnek köszönhetően, aki kéri, szinte azonnal megkapja a védőoltást, miközben válogathat is az oltóanyagok között. Emellett hazánk más államokon is tud segíteni vakcina adományokkal, még úgy is, hogy a korábbinál sokkal fertőzőbb delta variáns világszerte elindította a járvány negyedik hullámát. Az új mutáció megjelenésével ismét emelkedésnek indult az oltakozók száma. Sokan már a harmadik dózist kérik, és egyre többen vannak azok is, akik most döntötték el, hogy kérik az első oltást. Hallunk elég sok beteget, hogy elkapták, hogy milyen lefolyású volt, meg hát a kórházban is vannak ismerősök, ők is azért mondják, hogy jó ez, hogyha be vagyunk oltva, ugye a harmadik is azért csak megvéd bennünket. Az orvosok hónapok óta arra figyelmeztetnek, hogy be kell adatni a védőoltást, mert a fertőzésnek akár hosszú távú szövődményei is lehetnek, illetve bele is lehet halni. Feltétlenül szükséges lenne minél előbb fölvenni az első oltást, és utána alkalmasint a szükséges másodikat, mert látjuk, hogy a delta variáns fertőzőképessége durván a hétszerese, ugye a statisztikák szerint a korábbi verzióknak, tulajdonképpen a halálozása pedig olybá tűnik egyes statisztikák szerint a duplája a korábbi verziókénak. A védőoltás beadása azért is fontos, mert a szennyvízadatok is a negyedik hullám további erősödésére figyelmeztetnek. A Debrecen és Békéscsabai mintákban magas, illetve 17 településen emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja. A negyedik hullám jelenleg felszálló ágban van, ami a járványügyi adatokból is látszik. Egy nap alatt több mint 5300 új fertőzöttet azonosítottak, és 165 ember vesztette életét. A betegség miatt 5811 ember tápolnak kórházban, akik közül 545-en vannak lélegeztetőgépen.